elmúlt 3-4 év, 3-4 kiállításában. Nagyon sok a közös pont. Jellemzően olyan tereket használok, amik erdős részekre utalnak, ilyeneket mutatnak, tehát erdőben játszódnak a jelenetek, és ezek akár esztétizálónak nevezhető szép képek lennének, igen, ám dekkor jönnek a figurák. Úgy próbálok egy képi feszültséget létrehozni, hogy egy nyugodt, akár szépséges erdei környezetbe helyezem bele az én alakjaimat, amelyek láthatóan nem illeszkednek oda, és ezáltal egy új jelentés jön létre. Festőileg, technikailag pontosan azon dolgozom, hogy beleilleszkedjen, mintha ott lenne, épp ez lenne talán a meglepetés pillanata, hogy ez nem lehet, hogy itt van, de mégis a közelről megnézem, ez azért ott van, árnyék, ott vett fények, csillagnak hasonló a megvilágítása, mint az eredeti erdőrészletnek, tehát akkor ez a technikai része, a festői része, de tartalmilag valóban oda nem illő, a háttérrel, a környezettel erős kontrasztot alkotó figurákon dolgozom. Az erdő, a természet nagyon lágy, finoman kontrasztos, annyira puha, hogy az embernek a lelke szinte ráfekszik és elindul szabadon. Előbb-utóbb, hogyha elég ideig állunk a képek előtt, akkor fel lehet fedezni, mintha arcok lennének ott az ágak között, vagy mintha valamilyen formák lennének, amik vagy ott vannak, vagy nem, lehet, hogy csak az én képzeletem vetíti oda. Nem is az a lényeg, hogy ott vannak-e vagy nem, hanem az, hogy nézzem, hogy én mit látok ott, és hogy megpróbáljam megérteni azt, megismerjem azt, amit én oda látok.